Kettéhasadt Chilében a hatalmas dél-patagóniai jégmező. A tudósok szerint ez arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás hatása még a korábbi feltételezésekhez képest is sokkal súlyosabb. Ez a legnagyobb jégmező a déli féltekén az Antarktiszon kívül. A hasadást márciusban fedezték fel. A jégmezők és gleccserek olvadása aggodalommal tölti el a kutatókat, akik szerint az eddigi becsléseket messze meghaladva akár 2 métert is nőhet a tengerszint 2100-ra. A klímaváltozás azonban nem csak a messzi tájakat fenyegeti. Olyan európaiak is vannak, akiknek a tengerszint emelkedése veszélybe sodorta a megélhetését. Langeoog egy nagyjából 20 négyzetkilométer területű sziget Németországban az Északi-tengeren. A vízszintjének emelkedése miatt a viharok egyre vadabbá váltak itt, és mivel átcsapnak a parti dűnék felett, az itt élők ivóvízkészlete is veszélybe került. Nem beszélve a megélhetésükről, a sziget lakói számára a turizmus jelenti az egyetlen bevételi forrást. Az Oxfordi Egyetem kutatói az ezen a héten publikált tanulmányukban megállapítják, hogy az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért. A klímaváltozás okozza a Földön az utóbbi években tapasztalható szélsőséges időjárási jelenségeket is. Hurrikánok, erdőtüzek tombolnak, árvizek alakulnak ki, más területeket pedig aszály sújt. Az északi sarkkörön májusban 30 fokot is mértek, miközben Közép-Európában napokon át 10 fok alatt maradt a hőmérséklet, Korzikán pedig havazott is. Izraelben erdőtüzeket okozott a hőhullám, ami a héten érte el a Közel-Keletet. Jeruzsálemben rekordmagas 37,5 fokos hőmérsékletet mértek, a tengerparti Tel Aviv egyik külvárosában pedig 43,5 fokot. Egyiptomban hőségriadó van, Kairóban rekordmagas 40 fok, a déli tartományokban pedig akár 50 fok is várható a napokban.